Verőfényes napsütésre ébredhettünk Szabadka városában. Azonban ne tévesszen meg minket a tavaszias időjárás, ugyanis az elkövetkező napokban változékony időre számíthatunk, amikor is a napsütést akár hóesés is felválthatja. A télnek még közel sincs vége, ezért is fontos nagy figyelmet fordítani ebben az időben egészségünkre. De pontosan meddig is élvezzük a melengető napsugarakat? Az előrejelzések szerint bár a hőmérséklet pár fokkal emelkedhet szombaton, és akár az esti fagyok is elmaradhatnak, a napsugarakat felhők takarhatják el előlünk. Éjszaka akár kisebb záporra is számíthatunk. A nappali hőmérséklet 8 fok környékén alakulhat, amely az esti órákban mindössze 4 fokra csökkenhet. Azonban ez sem marad így sokáig, vasárnapra már enyhe hőmérséklet csökkenést jósolnak, és egyre valószínűbb, hogy csapadék is előfordulhat. Az éjszakai fagyok is visszatérnek, ugyanis a nappali maximum 6 fok az esti órákban akár mínusz 3 fok környékére is lecsökkenhet. Vasárnap enyhe széllökésekre is számíthatunk a borongós égbolt mellett. A jövő hét első napjaiban ismét felszakadozhat a felhőzet. Részben napos idő várható, a hőmérő higanyszála 5 és 6 fok környékén állhat meg napközben. Szerdán az előrejelzések szerint visszatér a téliesebb időjárás, elszórtan hóesés is előfordulhat, a hét további részében pedig akár ónos esőre is számítanunk kell.